Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag. Radnóti Miklós versoraival vette kezdetét a megemlékezés Csubela Ferenc a VMS első elnökének sírjánál, majd Talpai Sándor a VMS tanács tagja szólt az egybegyűltekhez. Csubela Ferenc a magyar közösség érdekében szívvel lélekkel tevékenykedett. Az egykori Jugoszlávia területén kitört háború idején bátran kiállt a vajdasági kényszerbesorozások ellen. Munka közben a vajdasági szórványfalvak látogatásakor érte a tragikus autóbaleset. Büszkén mondhatjuk, hogy abból a csapatból, amelyet ő épített, mára már egységes párt lett, amely erős alapokon áll és küzd azokért az értékekért, amelyekért ő is küzdene, mondta Talpai Sándor, a VMS tanács tagja. Azt, amit ő adott a közösség felé, azt követni kellett, és úgy gondolom, hogy ez a közösség az elmúlt időszakban igenis követte az ő elveit, és köszönhetőleg annak ma is itt vagyunk, és hiszem azt, hogy ez a magyarság az elkövetkezőben ide is nagyon sokáig itt lesz még, és fejlődni fog. A kegyelet virágai Csubela Ferenc családja, Pásztor István a VMS elnöke, valamint a párt vezetősége, községi, helyi képviselői helyezték el. Megemlékezünk akkor egy-egy gondolattal. Kis Antal református esperes sírjánál is főt hajtottak a megemlékezők. Mindkettejük munkássága, egyénisége sokat jelent a helyiek életében. Hiszem és tudom, hogy ők tettek itteni megmaradásunkért, az itt élő magyarságnak a fejlődéséért, amit nekünk, utódoknak hiszem azt, hogy kötelezően követni kell, és példát mutattak számunkra. Vörös Sándor öröklét című versének sorai után Dudás Károly a VMS tanácselnöke emlékezett Kis Antalra, majd tisztelői megkoszorúzták az esperes sírját.